Sziasztok, Fanni vagyok. Ő így Kifli. Nem tudom, hogy látszik-e a kamerában, de most pont idejött. És a mai nap az egyik kedvenc könyvemet, A hamis herceget szeretném bemutatni nektek. Úgy látom, Kifli fel szeretne kéreckedni. Gyere Kifli, te is részt akarsz adni a videóban. Igen. Jól van akkor, jól van. Így koncentráljon az ember. Most a hétvégén olvastam el ezt a könyvet harmadszorra. Először 2014-ben olvastam, aztán 2017-ben, és most majdnem 5 év elteltével 2022-ben. Eredetileg öcsémnek vettem meg ezt a könyvet ajándékba, de én is elolvastam, és annyira megtetszett, hogy benyúltam így át. És aztán megvettem a sorozat többi kötetét is, és tényleg ez az egyik kedvenc könyvem, annyira könnyű olvasni, és annyira szellemes, és egyszerűen csak így van benne kellően sok csavar, de mellette egyáltalán nem terheli meg az agyadat az olvasása, és csak így magával sodor. Eredetileg olvasóblogként akartam megcsinálni ezt a videót, hogy részletesen reagálok mindenre, hogy milyen az az esemény, ami éppen történik a könyvben ahhoz képest, amire én emlékszem. Csak az történt, hogy elkezdtem olvasni, és így bedaráltam. Szóval nem lett belőle olvasóblog sajnos. De nem baj, így is be tudom mutatni. Az elején spoilermentesen fogok beszélni a könyvről, utána pedig áttérek majd egy spoileres részre. A történet arról szól, hogy vagyunk egy középkorias világban, Kartiában. Az egyik nemes, Conor elkezd fiúkat összeszedni egy árvaházból, összesen 4 fiút szed össze, és mint kiderül, ezt azért teszi, mert meggyilkolták az uralkodó családot, a királyt, a királynét és a fiúkat, és ennek a királyi párosnak volt korábban egy másik fia is, a második herceg, Jaron, aki egy kalóztámadás során 4 évvel azelőtt meghalt. És ez a nemes, Conor úgy gondolja, hogy az egyik ilyen árva fiút majd Jaron helyére lépteti, Jaronnak adja ki, és így megkoronázzák ezt az álherceget, a hamis herceget, és így elkerülheti a polgárháborút, ami kirobbanna akkor, hogyha elkezdenének harcolni a nemesek, hogy kikerüljön a trónra. Tehát Conornak ilyen nemesek a szándéka, igaz, hogy kicsit felségárulás egy árva fiút hercegnek kiadni, de hát az mellékes. És nem nehéz kitalálni, hogy a történet főszereplője az egyik ilyen fiú, Sage, akinek eleinte nagyon nem tetszik ez a dolog, de nem sok választása van, így ő is beszáll a versenybe, hogy vajon ki lesz az új Jaron. És Sage kb. Így a legjobb főszereplő valaha, mivel nagyon szellemes, és én nagyon-nagyon szeretem azokat a főszereplőket, akik viccesek. És nagyon szellemes, nagyon gyorsan vág az esze, tényleg minden helyzetből ki tudja vágni magát, de közben meg nagyon makacs is, és így kb. Így, nem tudom, így húzogatja sokszor a pofonfát, de mindenre megvan az oka, hogy miért csinálja, és tényleg egy nagyon szórakoztató karakter, nagyon át lehet érezni az érzéseit, tehát elsőre, másodjára és harmadjára is nagyon-nagyon szerettem ebben a könyvben. A többi karakter is jól felépített, bár nyilván kevesebb rivaldafint kapnak, mint Sage. Van egy minimális, hát szerelmi szálnak nem is nagyon nevezném, inkább csak egy kialakulóban lévő szerelmi szál is, ami Kifli, gyere ide! Gyere ide! Gyere, gyere! Oh. Szóval, Kiflike közbelépése után van egy kialakulóban lévő, nagyon lassan alakulgató szerelmi szál, amit én nagyon szerettem, hogy nem volt túltolva, mert nem ez volt a sztorinak a lényege. Csak ennyi, hogy 2 fiatal elkezd szimpatikus lenni egymásnak. Tehát, hogy ja, tényleg ez kb. Semmi volt, tehát, hogy akár az is lehet mondani, hogy nincs is, de azért volt, tehát, hogy jó volt. A történetben vannak csavarok, főleg egy nagy csavar, amire fokozatosan építkezik az írónő. Mondjuk én már elsőre is kitaláltam, szóval szerintem könnyedén ki lehet találni, de akkor is ütött. Szóval nekem nagyon ütött, és nagyon tetszett ez az egész. Körülbelül ennyit tudtam spoilermentesen elmondani róla, és akkor jöjjenek a spoilerek! Tehát tényleg, ez most nagyon spoileres lesz. Rögtön azzal kezdek, rögtön a legnagyobb csavart fogom lelőni. Tehát, ugye az a nagy csavar a sztoriban, hogy Sage, az árva, igazából az elveszett Jaron, ami nagyon király volt. És nagyon érdekes volt úgy olvasni, hogy már a legelejétől tudtam, hogy Sage Jaron, és így sokkal több apró részletet vettem észre, ami utalt arra, hogy igen, Sage a Jaron, és hogy ő közben nem gondolt magára Jaronként, de mégis az apró reakciói, hogy miért akadt ki, miért szorult össze a gyomra azon, amikor megtudta, hogy meggyilkolták a királyi családot, és hogy miért reagált úgy minden apró részletre Jaronnal kapcsolatban, ahogy, és hogy a szüleire, ahogy gondolt, az apjára, ahogy gondolt, miért neheztelt az apjára, ugyanis azt hitte, hogy az apja kb. Eldobta őt, mert nem elég jó, aztán kiderült, hogy csak Kartia érdekeit nézte, meg a Jaront is védeni akarta. Szóval nagyon-nagyon érdekes volt így olvasni, hogy tudtam a csavarokat, és így minden elrejtett apró utalást fel tudtam fogni. Tehát ezért is érdemes újraolvasni egy könyvet, mert tényleg annyira szellemes Sage, és annyira csavaros a gondolkodás módja, hogy nagyon sok ilyen dolgot el lehetett rejteni ebben a könyvben. Szóval annyira jó volt újraolvasni. És nagyon érdekes az, hogy ugye Sage, amit felépített, az egy új személyiség, és Jaron meg egy másik, de hogy mégis igazából Sage, akit majd el kell hagynia, hogy újra Jaron legyen a herceg, az része Jaronnak a személyiségének. Tehát, hogy nem teljesen kitalálta, hanem ez az ő része. Szóval nagyon jó volt. Tényleg nagyon-nagyon jó volt újraolvasni. És olyan szempontból is jó volt újraolvasni, hogy ott van Mott, ő a kb. Mentor karakter Sage-nek, aki elég hamar elkezd szimpatizálni vele, meg segíti őt, és őt is nagyon bírtam, hogy így néztem, hogy oké, Conornak az embere, de mégis független Conortól. És amint felismeri azt, hogy Sage igazából Jaron, rögtön teljesen 100%-osan Jaronnak az oldalára áll, tehát ő tényleg az országnak akarta a legjobbat, és nem csak Conornak az ölebe volt. A maga a nagy leleplezés, hogy Sage Jaron, ahogy Mott megtudta, az is nagyon tetszett, meg igazából hivatalosan akkor tudták meg a könyvnek az olvasói is, és utána, ahogy Conor előtt leleplezte magát, meg ahogy mindenki előtt leleplezte magát, az nagyon király volt. Tehát, hogy így úgy megnézném ezt filmként, vagy animációs filmként talán jobban is, mint filmként, mert egyszerűen zseniális volt. Conor meg, hát igen, Conor karaktere ugye kitalálta, hogy ő Kartiának akarja a legjobbat, de így kb. Ez a cél szentesíti az eszközt. Kiderült, hogy ő szervezte meg Jaronnak a megöletését 4 évvel azelőttről. Ő volt az, aki megölte a királyi családot, és ugye utána ő akart egy bábherceget ültetni a trónra. Szóval brutál, hogy meddig hajlandó elmenni ez az ember, csak azért, mert nem tetszett neki Egbertnek az a politikája, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy kerüljük el a háborút. Szóval, hát érdekes volt, határozottam, és akkor ennyi volt a spoileres rész. Ezt a könyvet csak ajánlani tudom mindenkinek, aki egy pörgős, kikapcsoló olvasmányra vágyik, szellemes beszólásokkal és szarkasztikus megjegyzésekkel. Olvastam olyat, hogy elvileg kicsit nehezen indul be a történet, de szerintem ez nem igaz. Egyszerűen csak értékelni kell az összes apró mozzanatot és szellemes beszólást és történést, és meg kell próbálni összerakni a nagyobb képet. Engem teljesen lekötött az egész, és nekem ez egy határozottan 5 csillag, vagy inkább csillagos 5-ös per 5 olvasmányom. És olvasni fogom a második és a harmadik részt, meg a negyediket és az ötödiket is. A negyedik és az ötödik még nem jelent meg magyarul, szerintem nem is fog, ha jól tudom, ezért angolul vettem meg őket, és ez is egy nagyon jó apropója volt az újraolvasásnak, hogy újraolvassam a sorozatot, mielőtt elolvasnám a negyedik-ötödik részt. Remélem, hogy legalább minimálisan a kis hablatyolásommal kedvet tudtam csinálni ehhez a könyvhöz, mert tényleg nagyon-nagyon jó. Ha olvastátok, akkor írjátok meg, hogy tetszett nektek, és hogy van-e nektek is olyan hasonló könyv, amire tényleg úgy gondoltok, hogy jaj, de király volt, és kb. Bármikor el tudnátok olvasni. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk a következőben. Sziasztok! Legyen szép napotok!